Egy igazán jó tábor, jó programokkal, érdekes vendégekkel a nyár fő attrakciója tud lenni a gyermekek számára. A Videoton Baráti Köre Egyesület a Vörös Marti suliba szervezte táborát a 4-9 éves ifjú focisták számára az egyhetes együtt töltött idő alatt. A cél, hogy a gyerkőcök megszeressék a sportágat és minél jobban a vidit. Most 55-en vannak, körülbelül plusz-minusz egy 2007-en, a szívéten is lesz egy 20 fősre, és utána is egy 30 fős, tehát 100-nál több gyerekünket fogunk a Videoton szeretetére nevelni. Hát, mint a hátunk mögött láthatom, most többek foci van, 50 az 5 ellen, tehát az 50 gyerek az 5 vagy 6 felnőtt ellen. Most vendégünk éppen Saló István a sport igazgató a Molfejre RC-től. Délőtt például a Videoton Box Club volt, vagy holnap pedig az RBD-sek jönnek. Tehát ezzel a kis rövid másfélnapos performanszal el is mondtam azt, hogy itt tényleg a Videotonról szól ez a tábor, hogy próbáljuk a gyerekekkel egy kicsit ezt a foci szeretetét, és azon belül a, most úgy mondjuk, hogy Molfehérvár, de nekünk Videoton szeretetét nevelni. Sallói Istvánt egyáltalán nem kell már a Molfehérvár szeretetére nevelni. A klub sportigazgatója szívesen jött a táborba. Igaz, ennyi ellenféllel még nem kellett a pályán megküzdenie. Azt mondtam pont, hogy ennyi még egyszerre nem fogtak, de hát igaz a mondás, hogy a sok lud disznót győz, úgyhogy lehengerelnek minket a fiatalok. Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés a Videoton Baráti Körtől, ugye én is hallgattam a programokat, bejönnek az ultrák, tanítják őket énekelni, mi bejövünk, beszélünk a régi nagy emberekről, az UEFA kupás csapatról, vagy megnézték a fiatalok a góljaimat, úgyhogy amiket a vidibe rúgtam, és hát elmondtuk, hogy reméljük, hogy valamelyikük majd egyszer eljut az első csapatig. Úgyhogy szerintem egy nagy élmény lesz a gyerekeknek, mindig próbálunk játékost, vezetőt, bárkit küldeni a programba, hogy a gyerekek közelebb kerüljenek a csapathoz, mert ők a jövő mindenféle szempontból a pályán is és a szurkolói zónában is. Nem lehet tehát elég korán elkezdeni a vidire nevelést, a szervezők bíznak benne, hogy a kis táborozók közül a jövőben sokan fordulnak majd meg a sóstói stadionban, vagy a zöld gyepen, vagy a lelátón.